habérmedgyet, mivel nagyon gyorsan nők, előszeretettel ültetjük sövénynek. Egymástól egy méterre beültetve 3-4 év alatt egy egybefüggő sövényt tudunk belőle kialakítani. Ennek viszont elengedhetetlen része az, hogy már a beültetéskor elkezdjük kialakítani azt a sűrű koronát, amit majd később géppel tudunk nyírni. És hát ennek ugye elengedhetetlen feladata az, hogy visszavágjuk. Sokan elkövetik azt a hibát a babérmegy esetében, hogy ezeket a hosszú, gyönyörű hosszú hajtásokat meghagyják, spórolva így a magassággal, és remélve azt, hogy előbb eléri a kívánt 2 méteres, 2,5 méteres magasságot. Kétségtelen, hogy előbb el fogja érni, viszont alulról szintén fel fog kopaszodni, és nem fog kialakulni ez a megfelelő szép forma, amit szeretnénk. Ezért bizony, amikor beültettük, ilyenkor tavasszal érdemes visszavágni. Ugyanis ezzel a visszavágással arra fogjuk késztetni a növényt, hogy elágazzon, és egy-egy ilyen visszavágás mellett 2, 3 vagy 4 erős hajtás fog fejlődni, amik viszont már sűrítik a növényünket. Ráadásul a növény, mivel elvesztette a lombjának egy jó részét, ezért alulról is fog újabb hajtásokat hozni, és szép sűrű marad. Szintén a babérmegyre nagyon hasonló örökzöld sövénynövényünk a korallberkenye, aminek igazán szép része ez a gyönyörű szép piros friss hajtása, amikkel egy-egy nyírás után gyönyörű szépen díszítik a kertet. Viszont amikor ezek a hajtások elérik a felnőtt kort és beöregednek, akkor bizony visszazöldülnek. Egy-egy visszanyírás után viszont újabb gyönyörű szép piros hajtások fognak jönni, és újra gyönyörű szép korall piros színű lesz a növényünk. Kertünk árnyékos sarkainak egy közkedvelt virágos növénye, a hortenzia. Azok a kerttulajdonosok, akiknek árnyékos a kertjük, örömmel ültetik, hiszen gyönyörű szép virágokkal örvendeztet meg minket. És ez a növény, mivel nagyon jó télálló, lombhullató cserje, ezért egész évben kint maradhat a kertben. Viszont abban az esetben, ha ezeket a hajtásokat, amiket most itt látunk egy-egy virágszáron, meghagyjuk tavasszal, akkor a következő évben felső hajtásokat fog hozni, és azokon lévő virágok bizony majd lehúzzák a növény hajtásait, és letörnek róla a virágok. Ezért érdemes a hortenziát is tavasszal jó erősen visszavágni, de amikor nyáron egy-egy virág elvirágzik, akkor sem csak a virágot érdemes róla levágni, hanem egy picit lejjebb visszacsípni, hiszen onnan megint csak el fog ágazni a növény, és gyönyörű szép virágokat fog újra hozni. Sokunk kertjét díszítik ehhez hasonló forma növények. Ő egyébként a lejlandi hamis ciprus, ami arról híres, hogy nagyon-nagyon gyorsan nő, nagyon sok kertben találhatók belőle sövények. Egész évben folyamatosan tudjuk nyírni őket, és bizony folyamatosan is kell, hiszen nagyon gyorsan tud nőni, és nagyon gyorsan el tud kanászodni. Az ilyen formanövények esetében sem érdemes megvárni, hogy túl nagyra nőjön, és túl sok hajtást hozzon, hanem amikor ezek a hajtások elérik ezt a pár centis méretet, akkor egész egyszerűen egy kézi ollóval meg tudjuk nyírni. Egyrészt a formáját sem veszti el, tehát nem kell azzal vesződnünk, hogy visszaállítsuk az eredeti alakját, formáját, hiszen látszik rajta, hogy csak egy-egy centit vagy 2 centit kell róla levágni. Másrészt viszont szép sűrű is marad, nem fog felkopaszodni alulról, belülről. Gergő, köszönöm szépen, remélem, hogy a tévénézők megfogadják a hasznos tanácsaidat. Remélem, hogy tudtam hasznos információkkal szolgálni. Köszönöm én is.